Hol a gazdi? Hol a gazdi? Szevasz, Tomi! Szevasz! Szevasz! Gyere, papá! Jaj! Először is bocsánat a hajam miatt, hát tudom, kicsit szörnyű, de mindjárt elmagyarázom, hogy mi történt. Gyere! Hát a hajamat meg akartuk itthon csinálni, és egy kicsit el lett rontva, úgyhogy úgy gondoltam, hogy az egészet levágjuk rövidre, és így kijavítottuk. Egyébként szerintem nem is áll olyan rosszul. Persze, amikor egy kicsit hosszabbra vágtam a Barninál, az volt körülbelül egy 6 milli vagy 10 milli, ez most 3 egyébként, ez olyan, mint a kopasz lennék nagyjából. Tehát az egy kicsit jobban állt szerintem, de ez is meg fog nőni egy hét alatt, úgyhogy igazából aggodalomra nincsen semmi ok. Viszont rohadtul esik az eső, és főleg most is, hogy nincs hajam, így érzem, hogy így kb. Már tiszta víz az egész fejbőröm, úgyhogy ezt felvesszük. És a mai vlogban, üljél le, mehetsz. A mai vlogban tehát annyit fogunk csinálni, hogy esős időben hogyan tudjuk lefoglalni a kutyánkat, és mit tudunk csinálni. Azért jöttem ki ide egyébként, mert az egy dolog, hogy esik az eső, de egy valamit nem hagyhatsz ki ilyenkor sem, az pedig az, hogy hát pisiljen a kutyád, tehát egy Tabi ott éppen pisil, illetve kakiljon, hogyha kakiljon kell. Tehát ezt ilyenkor muszáj bevállalni, ez egy ilyen 10 perces művelet lehet. Ez a minimum, amit be kell vállalni így az esőbe, viszont hát nem fogok most egy óráig kint játszani vele, mint ahogy szoktam reggel, és mint ahogy szoktam este, úgyhogy tényleg csak pisilni, kakilni jövünk le, és a többi dologgal otthon fogom lefoglalni a Tobit, ami kicsit nehéz lehet, mert ő egy kutya, ő rohangálni akar, de megmutatom, hogy nem csak a fizikai lefárasztása fontos a kutyának, hanem az agyban való lefárasztás is, és az pedig nagyon jól meg lehet csinálni otthon, és megvan a kaki is, úgyhogy mehetünk is vissza. Szevasz! Hát igen. Nos, hát szerintem 10 perc alatt megúsztuk ezt a lemenetet, és most pedig kezdődik az, hogy hogyan foglaljuk le a kutyánkat otthon, hogy ne történjen az, amit mindjárt megmutatok nektek, és hogy ne kezdjen el rombolni dolgokat, mert annyira unatkozik, mert nem viszed le, nincsen fizikailag és agyilag befárasztva. Úgyhogy ma le fogjuk fárasztani, ha nem is fizikailag teljesen, de agyilag teljesen Tobi, ami azt jelenti, hogy ki fog feküdni a nap végére itthon, anélkül, hogy bármit is futtattuk volna őt. Viszont mire most nem voltunk, az első dolog az az, hogy hát a kis tarpancsait megtöröljük, mert olyan vizes lett már ennyire 10 perc alatt a kutya, hogy így nem mehet be a lakásba. Úgyhogy kezdjük ezzel, és utána pedig játszunk egy kicsit. Hogy teljesen őszinte legyek veletek, ezt megmutatom, hogy Tobinak itt visszakerült az ágya a kennelébe. Igazából napközben csak akkor van bezárva, hogyha én éppen nem vagyok itthon, hogy ne csináljon ilyeneket. Tehát Tobi egyszer csak, amikor nem voltam otthon, úgy döntött, hogy rombolni támad kedve, és tudom, hogy ez ilyenkor általában a gazdik hibája. Gondolom aznap pont nem fárasztottam le eléggé, és hát ezt művelte. De az a baj, hogy amikor lefárasztam, akkor is azt érzem, hogy úgy jövök haza, hogy így imádkozok, hogy ne legyen valami lerombolva. Lehet, hogy azért, mert most kamasz korszakban vagyunk Tobival, ami azt jelenti, hogy mindig valamit csámcsogni akar, mindig valamit rágni akar. És annak ellenére, hogy vannak rágójátékai és van csontja is mindig kéznél, tessék Tobesz. Ennek ellenére, hogyha nem vagyok én itthon, akkor minden másabb, mint a csont vagy a rágójáték. Úgyhogy elkezdte otthon lerombolni, ezért úgy döntöttem, hogy visszateszem még egy kis ideig. Most, hogy ezt így elmondtam, most pedig reggelizünk, úgyhogy éhes vagy, Tobi? Azaz, és ott vársz, jó? Vársz ott. Igen, Tobi egy frisbee-be kap enni, mert a tányérját ott hagytam Sződligeten nagymamánál húsvétkor. Na menj vissza a helyedre! Szóltam, hogy kaja van? Vissza, vissza, vissza! Hogy van ott a hajad, Tobi? Egy, és mehetsz! Jó van, mint akit éheztettek, basszus. Egyébként nem viccelek, ezt a kajadagot fél perc alatt megeszi. Tobesz, Bobesz, már vége?
Azt nem mondod komolyan, ugye? Nos, tehát megvolt a reggel és az azután lévő pihenés is, tehát Tobi most aludt egyébként. Egy dolgot szeretnék elmondani, bocsánat a tegnapi videóért, tehát ez egy kicsit vicc akart lenni, viszont ma ezt bepótoljuk, és ma tényleg fogunk foglalkozni Tobival, és még tényleg esik, mert ugyanaznap forgatom, mint azt a tegnapi videót. Ahogy várja, már kisütött a nap. Nem. Tehát ott látni a csatornánál, hogy még szakad az eső odakint, úgyhogy nem megyünk nagyon ki. Nagyon régóta akartam bújócskázni egyet itthon. Úgyhogy most, hogy Soma itt van, unokatesóm, hát ő lesz a kameramen, én el fogok bújni, és ő mindig beengedi Tobit abba a helyiségbe, ahol elbújtam, vagy azokba a helyiségekbe, és hát levidózott Soma, hogy megtalál-e vagy sem. Talán még én is képes. Ez még talán neked is fog menni. A bujocskázásról egyébként annyi, hogy a kutyának a szimatát kell használni, és bármikor, amikor az használja, és próbál keresni dolgokat, nagyon lefárad. Tehát nekem mondta a tréner, amikor ezt az alap keresős feladatot bemutattam neki, hogy kétszer-háromszor próbáljam meg ezt az egészet, és utána hagyjam, mert ez ilyen nagyon lefárasztja agyilag őket, hogy megtaláljanak dolgokat. Eleinte ezt a kereséses dolgot úgy mutattam be Tobinak, hogy kajadarabokat dugtam el a lakás összes sarkába, illetve ilyen divány alá, meg mindenhova, asztal alá, szék alá, és meg kellett, hogy találja, és nagyon-nagyon szépen megtalálta, ugye, Bobesztove. Tehát így kezdődött ez az egész keresős feladat, azóta már játékokkal is játsszuk ezt, tehát eldugom a kedvenc játékát, azt is megtalálja szaglás alapján. Most viszont a gazdáját kell megtalálni, úgyhogy szimatolj meg, Tobesz, szimatolj meg, bár biztos ismersz már. Biztos ismersz már, ugye, Tobi? És el fogok bújni három helyre, és neked meg kell keresned, jó? Jó, annyi, hogyha majd kész vagyok, akkor annyit mondjál neki, hogy kinyitod az ajtót előtte, és keresd. Ennyi, jó? Na, kezdem az első helyet. Tobit zárjuk el addig ide a hálóba. Nem kell itt lenned vele. Itt felkapcsolom a villanyt, mert itt hát elég érdekesen leszakadt ott a függőnek a karnisa, és így van megoldva. Sötétítés. Üljél le? Ülj. Oké. Maradj itt. Megmutatom a Somának, hogy hol leszek, jó? Maradj ott, Tobi. Maradj. Első hely itt a konyhában lesz a szekrény. Itt van egyébként a legtöbb ingem, tehát itt eleve nagyon én szag van. Meg Tobi kajája is itt van, úgyhogy ez a kedvenc szekrény, ide fogunk elbújni. Ül. Jó. Keresd. Hol van a gazdi? Halló, Tobi! Tobika, szia! Szevaj, Tobi! Szia! Szevaj! Szevaj, babám! Szia! Ügyes vagy, babám! Ügyes vagy. Na, ugyanezt jártuk el. De most elbújok egy másik helyre. Nézd, az felnyitható, oda fogok bújni, jó? Oda bebújok, vagy csak majd csuk rám, jó? Jó. Tobi. És ha megtalált az egy ügyesebb, vagy te kijössz majd, kiválaszol. Szerintem ki kell nyitnod, mert nem fogom tudni kinyitni. Üljél le, Tobi, vissza. Ül. Jó, marad. Ügyes vagy, marad. Jó? Igen, azt vegyük le. Ezt kinyitom. Jó. Ki lehet? Hát, meg beférek egyáltalán ide? Na, az nem számít. Az mindegy. Kopasz fejed, minden van neki. Te egyébként Soma rontott el a hajamat, csak mondom. De és ugye nem férek be. Hát ez... Akkor várjál valami máshol. Ketrecbe, az a baj, az átlátszó. És ha lehet akarom a ketrecet. Baszki, de egész. Török Ábel, gondi állat. Kopasz. Most már a haja is megvan hozzá. Kopaszom. Húha, de szállj fogod. Jó, akkor viszont segíts letakarni, jó? Jó. Na akkor ide jövök. Testvéreim, én ide lebújok. Jó. Oké. Okay. Jó. Húdiniba. Erre ide le. Hol a gazdi? Szevasz, Tobi! Szevasz! Gyere, babám! Jaj, Tobika! Tobi, babám! Szevasz! Babám, segíts! Most már tudjuk, hogy kettős befértek. Segíts!
Nincs tapsoma. Hogy vagy? Ügyes vagy? Megtaláltam? Várjál, kapod a juti falat. Szia. Jaj. Na, Tobi, gyere, gyere Tobi. Okos. Okos vagy. Ügyes voltál, Tobecska. Nagyon gyors. Egyből megtalál. Vagy kiment előtt a konyhába? Hát, de kicsit azt kinézett. Aha. Eddig nem úgy tűnik egyébként, mint aki lefáradt. Inkább azt, hogy kicsit bepördött szerintem most a Tobi ettől a játéktól. Hát igen, most valahogy nehéz helyre kéne elbújni. Hol bújjak el? Megvan, basszus, megvan, várjál. Megszomja azt itt a nagy feladatban? Na gyere Tobi, most a konyhába zárunk, jó? Ott, oké. Okay. Szuper, marad. Tobi, marad. Ügyes vagy, marad. Most ebben a dobozba érkezett Tobinak ez a ketrece, ami most nem az autóban van, mert az autó elromlott, és sajnos hát ez most felkerül. Úgyhogy ebbe a dobozba, ezt direkt ezért tartottam meg, hogy egyszer ezzel bújóskázni akarok, ebbe akarok bebújni, úgyhogy itt leszek, onnan nézem, hogy mi történik, és soha meg beengedi Tobit, és hát ha megtalál. Vagy lehet, hogy nem. Eddig nagyon könnyen ment, úgyhogy lehet, hogy egyébként vagy nagyon érzi a szagomat, mert nagyon büdös, nem, annyira. Vagy pedig túl jó ebben a játékban. I got a lot of things I have to do. All this distraction. Nagyon high school muzika. Na jó. Azt a itt is egy 200-as. YouTube már nincs. De úgy bújj be, hogy rá tudjuk csukni rendesen. Jó, megpróbálom. Várjál, azaz. Jó, egy, kettő. Azért levegőt kapsz? Rá kapom, jó ez. Na jó. Hozom Tobi. Keresd azt is. Hol van? Na hol van? Na? Na merre van? Nem, abban a sarokban nincs. Na hol? Ott nincs. Nincs Ábel. Na? Honnan jöttél, Tobika? Tobika! Már feladta volna, leült volna a kedvencbe. Gyere, Tobi! Na, hol van? Hol az Ábel? Tobi! Tobika! Na, hol van? Hol az Ábel? Szevasz, Tobi! Szia! Szia! Hogy van? Jaj, jaj! Babám, szervan! Istenem! Jaj, te! Lefeküdt! Ez az igazi szeretet. Lefeküdtél, babám? Szervasz, te! Tessék! Ügyes volt a Tobi! Gyere, Opi! Gyere! Nagyon ügyes voltál. Aszta! Ez azért ez tovább tartott. Ez... Tovább tartott, igen. A végén úgy beült a ketrecbe, meg úgy gondolta, hogy feladja. Akkor lehet, hogy már lefáradt, félig agyilag. Na mi van, Tobias, fáradt? Fáradsz már így az esős napon? Nos, gyerekek, végeztünk a bújócskával, és hát szerintem sikerült aránylag lefárasztani. Amikor Tobi magától bemegy oda, az azt jelenti, hogy azért már elég fáradt, ugyanis csak is este szokott bemenni magától oda, mert azáltal, hogy ott van körülött a kennel, egy kicsit beszokott stresszelni, közben igazából az ajtó mindig nyitva van, tehát tényleg csak akkor van zárva, hogyha elmegyek. Viszont amikor így bemegy egyedül, az jót jelent, úgyhogy szerintem sikerült ezzel a bújócskázással lefárasztani Tobit. Viszont még gyorsan beszélek pár más módszerről, hogy hogyan tudod lefárasztani a kutyádat esős időben. Mondtam persze, hogy ez a kereséses játék ez az egyik legjobb, mert ez agyilag nagyon fárasztja őket, hogy ugye a szimatukat, a mindent egyszerre kell használni, minden érzékszervet kell egyszerre használni. De ha már nagyon kívülről fújja a bújócskás helyeket a kutyád, akkor nyugodtan taníts neki új trükköket. Ott is az agytekervények elkezdenek működni, ugye, mert nem fogja tudni, hogy mit vársz eleinte tőle, majd pedig rájön, hogy bú, basszus, lehet, hogy ezt kéri tőlem, és elkezdi ezt csinálni, és mindez a mentális feladat totál leszívja a kutyát, úgyhogy ez egy másik jó módszer a kutya lefárasztására esős időben. Illetve maradnak a benti játékok, amiket bent is tudsz játszani. Most beszélhetnék én itt egy labdáról, nem tudom, mennyire fog erre ráugrani.
Aha, jó, akkor még nem olyan fáradt azért. Szokott olyan lenni, hogy Tobi úgy fekszik ott bent, hogy eldobok neki egy labdát, és a labdát szereti a legjobban a világon, és nem fut érte, mert annyira fáradt. Játszhattok is a kutyátokkal otthon, akár labdával, frisbivel, kötélhúzás, mindez tök jó egyébként. Úgyhogy otthon is játszhattok, nem csak kint, viszont tartsátok észbe, hogy a szomszédok lent mindent hallanak. Vasárnap reggel 8-kor ne játsszál még a kutyáddal, ne labdázz bent. Következő héten találkoztok Tobival, illetve a héten még velem, úgyhogy sziasztok!